Jelen pillanatban most örülök, hogy lejjebb ment a benzin. Hát lehetne még alacsonyabb is. Magyar László, aki autós társaihoz hasonlóan nagyon örül az olcsó benzinnek, egymást érték a tankolók kedden ezen a győri úton, pedig most nem is csökkent az üzemanyagok ára, de az elmúlt 3 hétben több mint 20 forintot esett a 95-ösért fizetendő összeg, ez pedig azonnal meglátszik a forgalmon. Van forgalom emelkedésünk természetesen, gondolom én az árnak köszönhetően. Beszélnek az emberek arról, hogy most tetszik nekik, hogy lefele mozdult az ár. Gyanítom, bár hát ezt ugye mindenkivel nem lehet megbeszélni, hogy ez az oka annak, hogy most valóban emelkedett. Még pontosan nem néztünk utána, hogy mennyire, de azért a napi forgalomban érezhetően változott. Ebbe a munkagépbe 140 liternyi gázolaj fér, a tulajdonosnak egyáltalán nem mindegy, hogy mennyibe kerül a dízel, ami szintén olcsóbb, mint pár hete, igaz, ennek literje 420 forint körül mozog, de benzinből fogy igazán sok most, hogy újra 400 forint körül van a 95-ös, aki teheti, most tölti tele a járgányát, hiszen egy-egy alkalommal 800-1000 forintot is lehet spórolni a tankoláson. Ragyogó jó, megmondom őszintén. Úgyhogy milyenképp benzines, nem dízeles. Mert ugye sokan dízelt vesznek, azt most meg már még drágább lett, mint a benzin. Úgyhogy ragyogó jó, és köszönjük szépen, hogy így sikerült ezt elrendeznünk, mert ugye egy hónap ezelőtt még nem is mondom meg, hogy mennyi volt. Jó hír, hogy elemzők szerint tartósan marad Magyarországon a 400 forinthoz közelítő benzinár, a tőzsdei árak és az erős forint valószínűleg hetekig alacsonyan tartják az üzemanyag árakat. Az más kérdés, hogy például a szomszédos Ausztriában még mindig nagyjából 40 forinttal olcsóbban lehet tankolni. Sok magyar is tankol mostanában a sógoroknál, de igazából csak annak éri meg nyugati szomszédunknál teletölteni a tankot, aki egyébként is kint dolgozik.